Sziasztok, üdvözöllek titeket, dr. Borsziki Péter 3-harmad új videó, és ebben a videóban beszélgessünk egy kicsikét egy nagyon fontos és nagyon-nagyon érdekes témáról. Ugye, hogy érdekes, rákattintottál a videóra, szóval ha eddig a pillanatig, hogy elolvastad a thumbnail-t, viszél görgette, és láttad, hogy úristen, van egy ilyen videó, és eddig nem tudtad, hogy szükséged van erre az információra, vagy hogy miről is van szó tulajdonképpen, akkor most már tudod, hogy ez nélkülözhetetlen az életbemaradáshoz szól. Menjünk bele, és vizsgáljuk meg tudományos és mémészeti szempontból is, hogy miért van a T-Mobile-os üzletkötőnek jobb csaja, mint neked. Vagy több. Vagy mind a kettő. Szóval alapvetően tekergettem itt az interneten, és egyébként nagyon-nagyon szeretem a mémeket, és mostában nagyon sok ilyen jött szembe, mint például, ugye WhatsApp, papi, milyen papi, welcome to T-Mobile. És akkor ilyenek jöttek sorba, hogy így néz ki a Dominican Niggas at T-Mobile, és akkor következő, nem tudom Dominikában mi van a csapban, de ezek szerint ilyenek a T-Mobile-os üzletkötők arrafele, de nem csak arrafele, hanem máshonnan is jöttek ilyen mémek, és van ennek valóság alapja, itt ez a másik, ez a kedvencem, top 5 fuckboy karrier, 5. DJ, 4. biztonsági őr, 3. az ilyen pultos, 2. personal trainer, nem hiszem. Első T-Mobile és hasonló dolgok, szóval hogyha te ott végzel munkát, akkor valószínűleg a világ legnagyobb chat vizé alfa mélje vagy, de mi van ennek a hátterében? Ez egy mém, vagy ténylegesen bír valamilyen tudományos alátámasztás, és az, az igazság, hogy igen. És most nézzük meg tudományos szempontból, hogy miért alakulhat úgy, nyilván most nem kifejezetten a T-Mobile-ról van szó, mert senkit nem érdekel, nem ez a lényeg, hanem az, hogy aki például üzletkötő pozícióban van, vagy bármilyen olyan pozícióban, ami valamilyen szintű versenyképességet hordoz magába, hiszen ugye üzleteket kell kötni, vagy a sales, és meg kell nyerned a másik felet, meg kell nyerned a jelendő, mi az üzletfeledet, le kell győzni a konkurenciát, és ez milyen hatásokat vált ki hormonálisan, illetve agyban, aminek köszönhetően ilyen alfa, male, chad, szuperember leszel, hogyha te elmész a T-Mobile-hoz. És még egyszer mondom, az véletlenül is a szponzorát tartom, semmi köze a T-Mobile-hoz, bármi más szolgáltatóval is be lehetne helyettesíteni, de nézzük meg. Szóval alapvetően az agy úgy néz ki, hogy képes változni. Van egy olyan dolog, hogy neuroplaszticitás. Nagyon szép szó, ugye most találtam ki, nem egyébként nem most találtam ki. Ez egy olyan tanulmány ág, ami azt kutatja, hogy az agy mire képes, és az agy képes alkalmazkodni. Szóval igyekszik úgy cselekedni, hogyha történnek veled dolgok, akkor a legközelebb te felkészültebb legyél egy olyan szituációra, tudjál hozzá alkalmazkodni, és ha többször kerülsz egy olyan szituációba, akkor vélhetőleg jobban fogsz benne szerepelni, jobban fogod megtanulni a mozdulatokat, vagy egyáltalán meg fogod tanulni, illetve az agyadat ebből kifolyólag tudod tréningezni. És hogy miköze ennek az üzletkötőkhöz és az ő sikerükhöz, a hölgyekkel, potenciális sikerükhöz a hölgyekkel, hiszen végülis ezekről szólnak a mémek. Na, szépen fölgöngyűjtjük ezt az egészet. Jó, szóval van ez a neuroplaszticitás dolog, és ha valamit többször csinálsz, akkor abban jó leszel, és ezért se jó az, hogyha manapság az embereket túlságosan féltik magukat a versenyszituációktól, mert félnek az elutasítástól. Viszont az elutasítástól való félelem az egy ilyen negatív loophole-ba fog minket belevezetni, és sokkal inkább saját magunk megkérdőjelezése lesz az, ami előtérbe kerül, és ezt az agyunk is így fogja fölfogni. Ez ugyanaz, hogyha valaki csak a rossz dolgot látja meg valamiben, akkor potenciálisan nem az, hogy rossz dolgok fognak vele történni, csak sokkal jobban ki lesz arra hegyezve, hogy nem hiszek ebbe a vonzás törvényeiből, hogy valami legyen pozitív, és akkor jó dolgok történnek. Nem feltétlenül fog több jó dolog történni, viszont mindenféleképpen azokra leszel jobban kihegyezve, és hogyha azokra figyelsz, hogy mik a jó dolgok, amik történnek veled, akkor neked egy boldogabb életed van. Ha azokra figyelsz, hogy mi a rossz, mert mindenben van rossz, és mindenben van jó is, akkor sokkal inkább arra ki leszel hegyezve. Neuroplaszticitás. De hogy jön az az egész, ami történetünkhöz? Alapvetően, hogyha neked olyan a munkád például, hogy kénytelen vagy helyezkedni, üzleteket kötni, meggyőzni a másikat, akkor ebben vélhetőleg jobb leszel, és ez összefüggésben van a tesztoszteron szinteddel oda is vissza. Tehát mégiscsak azért olyan témához kanyarodtunk el, miatt azt gondolta volna, hogy most teljesen más tartalma lesz a csatornának, mint ezen túl volt. Nem, tudományra beszélünk most is, és a testépítésben alkalmazható vagy hasznos információkra, jó? Szóval alapvetően kettő dolog van, amiért sikeresebb lehet egy olyan ember akár az ismerkedés folyamán, aki üzletkötéssel foglalkozik, vagy az, aki nem fél versenyszituációkba kerülni, ahol megméretteti magát másokkal szemben, mert ez egy pozitív spirált fog tudni eredményezni, és a sikernek köszönhetően magabiztosabb leszel, magabiztosságnak köszönhetően pedig sikeres leszel. Egyrészt az agyad miatt van, másrészt pedig a tesztoszteron szinted miatt. Hoztam neked egy nagyon érdekes kutatást, a valaha volt
rögzített legnagyobb tesztoszteron növekedés, ami nem teljesítményfokozó szereknek tudható be, azt tudjátok, hogy hol történt? Tippeljetek! Egy sakkversenyen történt. Igen, bazd meg, egy sakkversenyen történt a valaha mért leges, legdurvább tesztoszteron növekedés. Itt láthatjátok a gráfot, hogy kivarásoljuk a vágó úrral együtt, majd nem azzal a vágó úrral, hanem azzal, aki a videóimat vágja. Szóval kivarásoljuk a képregét, és láthatjátok, hogy itt alapvetően ilyen pikogram per milliliterben van mérve a tesztoszteron, és nézzük csak meg a kettes számú playernek a tesztoszteron szintjét, ilyen 120-ról ment föl, vagy 150-ről ment föl 550-re, szóval több mint háromszorosára nőtt a természetes tesztoszteron szintje ennek a faszingernek egy sakkversenyen. Miért? Azért, mert profi sakkozókat mérettettek meg egymással, és ahogy a versenyszituációba került, fölugrott a tesztoszteron szintje, a többieknek is fölugrott, viszont az volt az érdekes tanulmányban, link a leírásban, hogy annak az ürgének ugrott föl legeslegjobban a tesztoszteron szintje, aki az aktuális bajnokkal került szembe. Mert egy megmérettetési szituációban az embernek a tesztoszteron szintje meg tud nőni. Ez nem fog örökké ott maradni, szóval vissza fog csökkenni. Viszont, hogy az ember többször kerül ilyen szituációba, és hajlandó megméretteti magát bármilyen versenyekben, ez lehet akár a munkában is, ez lehet egy testépítő verseny, de ez akár lehet egy sakkverseny is, sőt, akár lehet gémelés is, mert ilyen jellegű TikTok mémek is voltak, hogy úristen a gamer boynak, amikor adsz egy esélyt. Igen, mert a számítógépes játékoknak a művelése is tud tesztoszteron löketet adni. Hogy ezt hogy konvertálódik át a testépítésbe? Na azért nem úgy, hogy állandóan nyomni kell mondjuk a World of Warcraftot, megint csak nem szponzorált tartalom, csak nagyon szeretem ezt a játékot. Nem úgy kell elképzelni, hogy te 6-szor több izmot fogsz tudni növelni, akkor, hogyha mellette gémelsz is, viszont alapvetően megfigyeltőek tendenciák, amik oda-vissza igazak. Szóval minél többet vagy egy versenyszituációban, egyrésztről annál magasabb tesztoszteron szintet tudsz potenciálisan produkálni, és ami nem is igaz, hogy nem marad ez folyamatosan így kimaxolva, viszont összességében egy növekvő tendenciát fog tudni mutatni. Másrésztről, hogyha ugye neuroplaszticitásnak köszönhetően sokszor vagy ilyen szituációkban, ezekben a szituációkban jobb is leszel, és hogyha például a kokáért ott van egy ismerkedési szituáció, és te esetleg félnél, aggodalmaskodnál, arra gondolnál, hogy most ez hogy sülhet el rosszul, az megint csak az agyadnak köszönhetően és a hormonháztartásodnak köszönhetően egy ilyen negatív spirálba fog téged beletaszajtani. Hogyha viszont már megszoktad ezeket a szituációkat, amiktől sokan óvják magukat félve a kudarctól 2023-ban, nem kell félni az egésznek az üzenete, hanem próbálj meg egy kicsikét ambiciózusak lenni és a magasabb tesztoszteron szint, hogy jön ide az egész már megint, az számtalan pozitív tulajdonsággal köthető össze. Nem csak az izomtömeg növekedéssel, és nem csak a szőrösödéssel, de ilyen pozitív tulajdonsággal megnövekedett tesztoszteron szintnek, például a kockázatvállalási hajlam, a stressz tolerancia és a magabiztosság. Szóval, ha neked valami oknál fogva a természetes tesztoszteron szint az viszonylag alacsony, ez lehet azért, mert rossz az étrended, lehet azért, mert el vagy hízva, lehet azért, mert mozgásszegény az életmódod, lehet azért, mert kevés D-vitamint fogyasztasz, lehet azért, mert kevés cinket fogyasztasz, és még sorolhatnám, tesztoszteronra egyébként csináltam külön egy videót, 3-3 tesztoszteron beírod, faszaság van. Szóval, ha neked valami oknál fogva csökkent a tesztoszteron szinted, akkor elképzelhető, hogy a kezdeményezési képességed is csökkent, fog. Elképzelhető, hogy az önbizalmad is csökkenni fog, az önértékelésed, a kezdeményező képesség, ezt már mondtam, az önbizalmad, szóval egy rakás dolog, ami alapvetően férfias tulajdonság, és ezt most véletlenül se gender specialista módon mondom, mert ez biológiai háttérből adódóan, ezeket a tesztoszteronnak tulajdonítják az állatvilágban, aminek mi is a részei vagyunk. Ez nem azt jelenti, hogy csak a férfiaknak van tesztoszteronja, vagy csak a férfiaknak lenne szüksége rá, a nőkben is megtalálható. Igaz, hogy a tesztoszteron az elsődleges férfi hormon, de a nőkben is megtalálható, és a nőknek is ugyanúgy szükségük van rá, ahhoz, hogy egészségesen tudjanak működni. A tesztoszteron szint növekedése természetes keretek között pedig járhat pozitív hatásokkal, nem csak az edzőteremben, hanem magánéletednek a számtalan más aspektusába is. Szóval összességében azért van a T-mobilos üzletkötőnek nagyobb sikere, potenciálisan, lehet, hogy aztán nem, nyilván általánosítani azért összességében nem szabad, de azért, mert
hajlamos az ilyen szituációkba jobban belemenni, és ezek a szituációk, ezek tudják növelni a tesztoszteron szintet, amik növelni fogják tudni az önbizalmadat, az önértékelésedet, és még egy csomó mindent, amiből a videóban már szó volt. Jó? Szóval összességében ez a videó az ennyi volt, remélem, hogy tetszett, remélem, hogy tudtam egy kicsit izgalmasabb témával szolgálni. Én szerintem beírod a YouTube-ba, bármilyen nyelven ilyen videó meg nem volt, úgyhogy fasza. Mostanában igyekszek majd egy kicsikét több ilyen izgalmasabb, viccesebb videót csinálni, mert hogy több időm van rá. Megijesztétek pár az elmúlt időben, hogy igen, jöttek ki a videók, 2-3, viszont abszolút jól láttátok, hogy összességben egy videóra nem volt annyi erőm, nem volt annyi időm rá, energiám, hogy kitaláljam, hogy az aztán kurva jó legyen, mert hogy rengeteg épp dologgal foglalkoztam, 6-7-es kihívásokkal, mentorprogram is elindult, iszonyatosan jó, 40 edzőt edzek jelenleg, hogy hogyan legyen jobb táplálkozástudományban, edzéselméletben és vállalkozásépítésben, hhmentor.com oldalon tudsz jelentkezni. Jelenleg nincs megnyitva, viszont előjelentkezni lehet, és ha meg lesz nyitva, akkor te is tanulhatsz ebből a háromból többet, nem csak tőlem, hanem Páldi Gábortól, Dubi Annától és Tóth Milántól is, kurva lesz a kurzus. Például ezzel, eddig ezzel voltam elfoglalva, mostan sokkal több edzős videó lesz, és sokkal több ilyen izgalmasabb, viccesebb videó is lesz. Úgyhogy mindenféleképpen megéri feliratkozni, megéri megnyomni a lájkot, megéri kommentelni, pláne akkor, hogyha témobilos alkalmazott vagy, és sok csajjal büszkélkedhetsz. Jó, na ez a videó az ennyi volt, következő videókkal találkozunk, vigyáztok magatokra, és sziasztok! Puty, puty, puty.